Hogy gondolja, hogy jogos vagy felmenteni, hogy olvasztak a vezetőségét, azért mert nem tudták pontosan megmondani, hogy milyen időjárás lesz az összes. Az augusztus 20-ai eseményeket követően Pankovics László, technológiai és ipari miniszter előadást tartott a Szegedi Tudományegyetemen, melyre válaszul a Momentum mozgalom képviselői egy flashmobot szerveztek az egyetem épülete elé. Az utcán tartózkodókat és a rendezvényen résztvevőket kérdeztük. Milyen üzenete van a meteorológiai szolgálat vezetői menesztésének? Egy nagyon érdekes helyzet volt az, ami mostanában történt, mert általában a kormány nem sietteti el azt, hogy felelőseket keressen, amikor valamit elrontanak. Az elmúlt 12 évben azért elég sok kormányzati hibát láttunk, akárhogy csak mostanra gondolunk, az elszállt infláció, egy legmagasabb élelmiszerár növekedés van Európában, a legrosszabb rekordrossz euró árfolyam, és érdekes módon emiatt nem keresnek felelőseket. Amikor viszont egy OMS vezető vagy az OMS azt mondja, hogy van 70-80% esély arra, hogy esni fog, és aztán mégsem esik, és aztán pedig egyből felelőseket keresnek. Más szemében a szálkát is, erre van egy nagyon jó magyar közmondás. Ez most gyakorlatilag az én számomra, mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom Csongrád megyei képviselője, azt az üzenetet hozza, hogy minden téren, gyakorlatilag a társadalom minden területén, minden szegmensén ki kell állnunk az ellen, az mellett, aki nem szimpatikus a rendszernek, illetve aki ellen a rendszer ellenleg dolgozik. A rendszer alatt értem a Fidesz vezetést, illetve a kormányzatot. Hát, hogy nagyon rossz irányba megyünk. Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy nem szakmai alapon születnek, kizárólag szakmai alapon meghozandó döntések. Mi a véleménye arról, ami augusztus 20-án történt? Tehát itt most ugye az OMS vezetőiből kettő vezetőt menesztettek, és lehet ehhez bármi köze? A tudományos vezetőhelyettest, ezt a két posztot pont. Az ön véleménye szerint ennek van bármilyen alapja? Egyrészt hivatalosan semmilyen alapját nem tudhatjuk. Másrészt azt gondolom, hogy nem lehet, hogyha valamit 24 órán belül így előadnak. Annak eleve nem lehet, és amit azóta az egyik elbocsátott kollega mondott, az alapján meg pontosan tudjuk, hogy nincs és nem volt semmilyen visszamenőleges panasz a munkájukra. Én teljesen véletlenül jártam erre, és hát úgy tudtam, hogy a hivatalban már a esőt rendeltek el, úgyhogy ezért ez a felszerelés. Milyen OMS vezető? Hát ez kép. Amit kérdez. Igazából ez az egész akció, amit ide szervezett a Szegedi Momentum, ez azt a célt szolgálja, hogy megmutassuk Palkovicsnak, hogy felháborítónak találjuk azt, és nevetségesnek, amit művelt itt az OMS vezetői elbocsátása kapcsán, és értelemszerűen az esernyők pedig azt az üzenetet szolgálják, hogy ugye bármikor eshet, bármikor nem eshet, ez egy kiszámíthatatlan dolog, emiatt nem lehet felmenteni egy szakmai szervezetnek a vezetőségét. Tud-e a Momentum bármilyen fajta nyomást gyakorolni ezzel a flashmobbal? Ez egy nagyon jó kérdés, nem gondoljuk, nem úgy ismerjük ezt a kormányzatot, mint ami bármilyen demonstráció vagy akció miatt meghátrál. Itt ez inkább azt a célt szolgálja, hogy az emberekhez minél inkább eljusson az eset. Amikor kijön a miniszter úr, akkor utána megpróbáljuk majd elkapni egy pár kérdésre, hogy válaszoljon. Én ugye az országgyűlésben sajnos nem találkozom vele túl gyakran, nem igazán jár be oda, szóval ott nehéz feltenni neki kérdéseket, megpróbálok majd itt feltenni neki kérdéseket. Pankovics László most az általa kirúgott OMS vezető helyett beszél. És az, hogy Pankovics László felszólalt a konferencián, jó nagy titokban tartott be. Ön milyen kérdést tenne fel Pankovics Lászlónak, amikor kijön a nagy ajtón? Egy pillanatra gondolkoztam ezen reggel, és az igazi kérdésem az lenne először is, megszólításnál mondanám meg, hogy nagyon örülök, hogy végre egy igazi nemzeti miniszterrel találkozom. A másik kérdésem meg az lenne, hogy a minisztérium tervezi esetleg RES-nek a felújítását, vagy valahol az országban egy gulágot létesíteni a nem megfelelő prognosztizáló meteorológusok számára. Időközben Palkovics miniszter úr is elhagyta az egyetem épületét, amikor is Bedő Dávid, a Momentum mozgalom képviselője és országgyűlési képviselő egy esernyőt szeretett volna neki átadni. Folyamatosan próbálok. Hoztunk önnek viszont egy apró ajándékot, egy esernyőt, ezt kérem fogadja el tőlünk, ezt mi készítettük önnek kézileg. Rajta van az elmúlt éveknek a legnagyobb baklövései, amit az önök minisztériumban, tehát ön követett el, a Szegedi Tudományegyetemnek alapítványba szervezése, a FUDÁN, és hát az OMS is itt van, ezt itt hagyom önnek, vigyél, hogy ha esetleg rossz az idő, akkor használja, kérem. Szerintem erre a kérdésre, amit én föltettem, valószínűleg nem válaszolna.
ezt a gúnyolosnak tartaná. A többiek részéről, hogyha más témakörben esetleg komoly kérdés történik, ami nem igazán kritikus feléjük, a rendszerük vagy a kormánnyal szemben, akkor elképzelhető, hogy arra valami rövid kis választ ad, bár inkább én kitérő válaszokra számítanék, és azt gondolom, hogy elég gyorsan félbe is fogja szakítani majd a sajtótájékoztatót, ha tart egyáltalán valamennyit. És miért kellett kirúgni az OMS két vezetőt? Konkrétumokat az utóbbi egy évben. A munkáltatói az OMS, az egy állami szervezet, és gondolom, hogy nem velük kívánok vezetőt. A miniszter úr pár kérdése válaszolt, viszont az esernyőt nem fogadta el. Az eseményről Dobi Rihárd tudósított, ez pedig az Egyetem TV. Köszönöm, hogy az OMS.